A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit, vendégem Lőrinc Zsuzsa, a Vörösmarty Színház ügyvezetője. Örülök, hogy itt vagy velünk. Rendhagyó lesz ez a beszélgetés, hiszen az etiketről kell, hogy szó essék. Nemrégiben látott napvilágot én magam is érdeklődéssel olvastam Szikora János igazgató levele, amelyben megfogalmazza, hogy milyen elvek mentén készült el az a videósorozat, amelyben a színházi viselkedés módokat boncolgatja, és felhívja a figyelmet néhány olyan dologra, ami azt hiszem, hogy fontos. Ugye az alapelv a nézőtér közös tér, te is kell lesz hozzá címmel. Nos, erről fogunk beszélgetni, hiszen rendezőként azt hiszem, hogy nagyon sokat tettél azért, hogy mi köznapi emberek, színházlátogatók, színházbarátok is megértsük, hogy mit nem szabad. És mi az, ami alapvetően zavarja az előadást, zavarja a mellettünk ülőket, zavarja a színművészeket. Egyáltalán olyan zavartak az, ami nem méltó a színházhoz. Úgyhogy én azt javasolnám, hogy nézzük meg ezt a sok-sok fantasztikus bejátszót. Tér, közös tér, te is kell lesz hozzá. Etikett-tikett. A nézőtér közös tér, te is kell lesz hozzá. Etikett-tikett. Meg, hogy én erre nem vagyok képes. Veszi vele te, téged imád. A dolgok változnak, a világon mindenütt. Szükségünk lesz az emberek támogatására. Szükségünk... A nézőtér közös tér, te is kell lesz hozzá. Etikett-tikett.
Tünci, na mondjad! Szinti, édes! Na, Mizu! De olyan jó, hogy elértelek. Elvittük végül Lajoskát a partiba, ahogy javasoltad, úgyhogy szuper volt minden. Ez az, fürdőnaci, meg minden. Hát igen, mondjuk rá nem adtam. Na, képzeld el, szóval szuper volt az egész. Egy kicsi baki volt, hogy egyszer csak lepisérte az egyik pincérlábát. De te azt mondtátok, hogy szobatiszta. Hát, az majd nem. Hát azért ilyen baleset előfordul, de ez nem is lett volna baj, csak aztán a pincér ilyetébe eldugta az összes kaszinótojást. Igen, de mondtam, hogy ez se probléma, mert ő most föleszi a földről. Mi a földről? Hát miért szoktam? Most ez mi ebben a baj? Na, de úgyhogy ez sem volt gáz. A gáz az volt, amikor megrágta az egyik széklábát. Mi? Ti hagytátok a gyereknek, hogy megrágja a széklábát? A gyereknek? Szindikém, a gyerek a Zolika. Lajoska a kutya? Ja, tudod? De buta vagyok. De fie, annyira fura vagy. Mi van már? Szeretném nézni az előadást. Na jó, mennem kell, mert itt van egy hisztis tyúkla. Puszi, szeretlek. Puszi, puszi. Jó van már. A nézőtér közös tér, te is kell lesz hozzá. Etikett-tikett. A nézőtér közös tér, te is kell lesz hozzá. Etikett-tikett. York napsütése rossz kedvünk terét. Napsütéses nyárrá változtatta át. Családunkról már elvonult a köd, s alámerült az óceán szívébe, vizébe. Szia, Tünci, szia, mondjad! Szintjéd! Na, Mizu! Most? Homlokunkon győztes kaszorú. Most homlokunkon győztes kaszorú. Most homlokunkon győztes kaszorú. Fiatal emlék. Fiatal emlék. Csonka! Csorba! Csst! Mi van már? Szeretném nézni az előadást. Csonka! Kész cukrot, mi van? A nézőtér közös tér, te is kell lesz hozzá. Etikett-tikett. No, kérem szépen, hát jót mosolyogtunk mi itt, ugye?
de azt hiszem, hogy teli találat, és itt volt mindennek rendelt ideje van, itt volt az ideje, hogy egy kicsit bemutassuk, mert napról napra én magam is találkozom vele, és aki olyan sok időt tölt a színházban nyilván, az meg tudja beszélni a művészekkel is és mindenkivel, hogy ez létező probléma. Tehát akkor kérdezem, hogy nem azt kérdezem, hogy honnét jött az ötlet, mert az ötlet az alapvetés, a mindennapjainkból származik, a színházi előadások pillanatait idéztük meg sajnos, hanem hogy honnét jött a gondolat ahhoz, hogy egy ilyen rövid filmsorozattal, sketcheken keresztül mutassuk be, hogy, és kérjük, hogy mit nem. Hát ez nagyon régi ötlet, amikor először megfogalmazódott, ugye a színészektől is kapjuk a visszajelzést, nagyon sokszor ők is a színpadról érzékelik, hogy zavarják a nézők az előadást, meg hát a művészeti titkársággal, a nézőtéri dolgozókkal is egyeztettünk, hogy valamit tenni kellene, de most mit tegyünk, írjuk ki, hogy etikett, rakjuk ki az előcsarnokba, toljuk nekik, milyen fórumon, hogy tudunk a legjobban, a leghatékonyabban elérni hozzájuk azzal, hogy felhívjuk a figyelmet, hogy ez zavaró. Egymást is zavarják, az előadást is zavarják. Ezek és jellemző szituációk. Igen, igen, igen. Néztük, hogy más színházak hogy foglalkoznak ezzel a kérdéssel. Nemrég volt egyébként egy hír a Kolozsvári Színházban, Hamlet előadás közben az ötödik sorba két néző giroszt evett. Tehát azt gondolom, hogy ez olyan volt, hogy ez már így kiverte a biztosítékot mindenkinél, hogy jut eszébe valakinek, a színészek a színpadon érezték a girosz illatot. Ezzel együtt akkor nagyon hamar kitaláltuk, hogy ilyen kis vicces filmet kellene, ilyen felhívó filmet készíteni, inkább, mint hogy teleplakátoljuk a színház előcsarnokát azzal, hogy ne vigyenek be ételt, italt, ne zörögjenek, ne vessenek, ne cukorkázzanak. Tehát, ha betegek, akkor igen. Maradjanak otthon. És akkor az, hogy kisfilm, az már megvolt. Na, de hogy az milyen stílusú legyen, azt tudtuk, hogy ez az a jó, hogyha vicces. Egyrészt a nevetés, az kitárja a szívet, és jobban bemegy az információ, ez tény. És nem is szerettük volna azt, hogy ilyen szigorú letolásnak érezzék. Tehát ez nem bántó, a nézők, sokkal hogy ne legyen összekacsintó. Igen. Tehát igen, azt mondod, igen. Hogy lásd, hiszen gyakorta előfordul. És nagyon sok visszajelzést kaptunk, köszönetet a nézők részéről, hogy jaj, de jó, hogy ezt megcsináltuk, és hogy mennyire köszönjük. Ezt a játékos ez formát hasznos. Miként dolgozták fel a színművészek, hiszen láthattuk, hogy a színház apraja, nagyja, java, mindenki szerepelt benne. Igen, ők is nagy örömmel fogadták, hiszen őket is zavarja ez a dolog, úgyhogy nagyon, nagyon benne voltak a forgatásba. Mi sokat ötleteltünk az Egonnal, Katona Zolival, Botival, hogy akkor ez hogy legyen, összeírtuk pontosan, hogy mik azok, amik mindenképp legyenek benne, a cukorkázás, a tüsszögés, a nevetgélés, az evésivás, tehát hogy mik azok a legfontosabbak, amik legyenek benne. És akkor utána elkezdtük ugye a forgatást kitűzni, hát nagyon nehéz, a színházi menetrendben nagyon nehéz filmforgatást beilleszteni, tehát az nem volt egyszerű dolog, és egy picit tartottam is tőle, hogy a színészek, akik egész nap próbálnak, akkor a két próba közti szünetben nem pihennek és készülnek az esti próbára, vagy az előadásra, hanem velünk forgatnak. De hát annyira összeállt a csapat, tényleg az volt az érzésem, miután megvolt az öt nap forgatás, mint hogyha mindig ezt csináltuk igen, volna. Mint hogyha mi egy ilyen filmgyártó stáb lennénk. A kellékestől kezdve a díszítőkön keresztül mindenki úgy olyan profi mozgott ebben, mint hogyha ezt mindig ezt csinálnánk. Lubickoltatok benne. Igen, abszolút, abszolút. És ezek fontos dolgok, mármint ugye nagyon sok mindenről beszéltünk, de azt hiszem, hogy amit az imént mondtál, hogy ezt már nagyon sok mindenki megnézte szabadon, és nem lehet bántó szándék mögötte. Ez nem is történt meg. Nem. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy valamennyi színház számára is példa. Mert hogy méltóságot adtatok a színháznak,
Igen. És egy kicsit ráirányítani ebben a felgyorsult világban a nézők figyelmét, hiszen ahogy a beszélgetésünk elején mondtam, én magam is tapasztalom, hogy valami szörnyűség zajlik néha-néha. Ennél sokkal durvább, mert ez itt játékos megfogalmazása mindannak, amit mi megtapasztalunk. Igen, az volt a fantasztikus utána, miután elkészültek a kisfilmek, ugye többször az utómunkát többször vágta az Egon, rövidebbre, hosszabbra, feszes legyen, pont jól jöjjön ki a poén, hogy annyira szeretem ezeket a kisfilmeket, hogy soha nem voltam életemben így munkával, amit én készítettem, hogy ilyen szinten el legyek telve tőle. Tehát mindig az van, hogyha megvolt egy bemutató, akkor utána hetekig azon kattogok, hogy mi a hiányossága, mit nem vettem észre, mi az, amit most már másképp csinálnék, vagy nem tudom. És ezek a kisfilmek, ezek ilyen eufórikus gyönyörűségek, tehát akárhányszor nézem, csak... Igen, hát a kifulladásra kértél, drágám, fejlődésben lévő halaszthatatlan hívás, cukorkát, Zajkánon, mind-mind, ráadásul összefoglalva, és hát a töpörtyüktől az idősebbekig mindenki részt vesz ebben, ezt is tapasztaljuk. Megbeszéltétek valakivel, hogy milyen szerkesztési elvek mentén készülnek el, hiszen itt felsoroltunk 6 különböző történetet, az vége az összefoglaló, igen, de az 5 pedig alapvetés. Hogy melyik alapvetéseket választjátok ki? Igen, persze, volt egy hosszú listánk, és akkor úgy a legfontosabb témákat kiválasztottuk, hogy mi az, ami a legzavaróbb, és akkor azt szerint raktuk össze a forgatókönyveket, és megírtuk együtt, de azon is alakult még közben. Egon egyeztetett, ugye a Torma Sándor volt az operatőr, egyeztetett, le is rajzolta a képeket. Aztán persze ettől függetlenül volt, amit a helyszínen másként vettünk föl, de hát ilyen egy forgatás. Igen, hát az alapvetés, hogy kellően játékos legyen, és igen, ne legyen bántó. Igen, igen, igen. Ugyanakkor lehet bántó, hiszen, ahogy már beszéltünk róla, nagyon-nagyon fontos a színház, egy szentély, ha úgy tetszik. És ma, mintha ez egy kicsit háttérbe szorulna. Azt nagyon fura nekem megélni, hogy igen, én amikor a Kolozsváron bejutottam a Színművészeti Egyetemre, és életemben először mentem be úgy, hogy tanuló vagyok a Kolozsvári Színházban, akkor én az előcsarnokba belépve néztem, hogy nem lát senki, de én megcsókoltam a földet. És ez borzasztó patetikusan hangzik most már, de én ezt akkor nagyon őszintén így gondoltam. Tehát tényleg volt egy olyan, hogy ez egy szent tér. És hát erről nagyon sokat lehetne beszélni, hogy miért. Jó, hát ez miért most más nem ez is tér, most. Viszont a színházi etiketnek a 21. században is olyannak kell lennie, mint adott esetben valaha, mondom én. És az viszont számomra egy megerősítés, hogy azt írjátok, hogy mindenki a saját közösségi felületein ezt terjesztheti, mert igen, ettől talán eredményt is várhatunk valóban. Igen, hát az volt a cél, hogy annyira jók legyenek ezek a kisfilmek, hogy vicces videóként is, tehát kvázi vírus videóként terjedjen a neten, osszák az emberek minél többen, minél több fórumon egymásnak, hogy minél több emberhez eljusson, és nevetnek, de azért csak reméljük, hogy magára aki, veszik a... Aki eddig megnézte, az szívesen nézte, és mindenki nevetett rajta, és elgondolkodtató. Tehát itt a legfontosabb szerintem, hogy elgondolkodtat. Mert igen, valljuk meg, függetlenül attól, hogy tisztelettel adózunk a színművészek iránt, a színművészek munkája iránt, ott vagyunk az előadásokon, azért talán nincs olyan ember, akivel ne fordult volna elő. Igen. Hiszen ott vagyunk 400-an, 500-an, teljesen mindegy, hogy most milyen számot mondok, de igen, azért valaki mindenkivel előfordul néha, igen. Színházi nevelési foglalkozáson egyébként a Pelikánban, ott is többször felvetődik ez a gyerekekkel, és akkor rákérdezünk, hogy például azért
nem tudom, 20 évvel ezelőtt, vagy 30 évvel ezelőtt gyerekeket is, kisgyerekeket is, hogyha elvittek színházba, akkor az az volt, hogy előre szóltak, hogy másnap szépen öltözzél, mert megyünk igen, színházba. A legszebb ruhát fel a legszebb venni. Ruhát veszed föl, mikre kell figyelni a nézőtéren, tehát, hogy ez ilyen alap volt. És most bizony nagyon sokszor halljuk gyerekektől, hogy hát ő nekik soha senki nem mondta, hogy nem szabad enni a nézőtéren. És ez egy buli színházba menni iskolára. Igen, hát most a moziba se szól, sose szól a Robert De Niro, hogy zavarja, hogy popcornozol, meg nem tudom, mit csinál, nachoszozol a nézőtéren. Mert az emberek valahogy igen. Tehát ez a közösségi lét, az, hogy ezért jó ez a mondat is a végén, hogy ez közös tér, tehát közösségben vagy, és az óhatatlanul magával hozza, hogy akkor úgy viselkedsz, jó, hogy tehát, érzed ennek a felelősségét. Tehát miután megnézte mindenki, mert gondolom ezt együtt is megnéztétek, akkor megállapítottátok, hogy ez ebben az értelemben teli találat, tehát ez egy nagyon-nagyon fontos, és lesz olyan színház, aki átveszi és folytatja, vagy... Kíváncsian várjuk. Mert hogy ez ennek egy országos turné kéne, igen, vagy pedig mindenki csinálja. Pontosan az lenne hatásos, hogyha ez országosan, igen, most ez körbejárná az országot. Igen. No, hát kíváncsi vagyok egyébként. A közeljövőben én azért is. Lesz jó néhány olyan premieri, olyan előadás, ahol természetesen mi magunk is ott leszünk, hogy mennyire követik a nézők, bár mindig van valaki, aki ezeket igen. a történéseket nem figyel, aki zajong, és így tovább, és így tovább. Minden esetre én nagyon szépen köszönöm minden színházbarát nevében, az egész stábnak természetesen, és a színművészeknek is, hiszen ők, ahogy már beszéltünk róla, valóban lubickoltak ebben, és hát történik úgy, hogy a közeljövőben nem kell ilyeneket tapasztalniuk, vagy sokkal kevesebbet. Júzsa, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én is köszönöm. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, vendégem Lőrinc Zsuzsa volt a Vörösmarty Színház ügyvezetője, és egy filmsorozatról beszéltünk, ahol a színházi viselkedés módokat figurázzák ki, és hívják fel a figyelmet arra, hogy miként kéne tennünk a közeljövőben, hogy ez ne zavarja az előadásokat, a színművészeket. Én pedig köszönöm figyelmüket, és felhívom a figyelmüket, hogy a nézőtér közös, te is kell lesz hozzá, és ha lehetőségük nyílik, akkor ezt a filmsorozatot nézzék meg. Megéri. Köszönöm figyelmüket, minden jót, viszontlátásra. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.